Szép estét kívánunk mindenkinek, köszöntjük Önöket, ez itt a Nápoly. Mindenkinek elő az áll orcáját, hisz ma farsangról is beszélgetünk majd. Természetesen lesz még egy helyi macskamentő egyesület, akikkel majd itt a stúdióban reméljük, hogy nagyon sok kis cuki macskát hoznak majd, és meg lehet őket egy kicsit gyömöszölni. Aztán Niki készít nekünk valami isteni töltött fánkot. Szerinted kapunk belőle? Hát most tippeljek? Igen. Hát nem szokott hozni. Nem baj, de hát ha. És jógázunk Dézivel, és természetesen farsangolni is fogunk, úgyhogy érdemes lesz ma este is velünk tartani. Igen, és most először is, hát én szerintem egy tök izgi dologgal kezdünk egyből, ugyanis farsangi állarcokat fogunk készíteni, mégpedig Kocsisné Jánoska Juditot köszöntöm itt velünk a stúdióban, a II. Rákóczi Ferenc Katolikus Általános Iskola, alapfokú művészeti iskola és óvoda pedagógusát, valamint két állítólag megszavazott, legügyesebb kezű tanulót, Farkas Dorkát és Siska Annát. Sziasztok, köszönjük, sziasztok, hogy itt vagytok velünk. Jó estét kívánunk. Jó estét. Na, gyönyörű sok állarc van már itt az asztalon. Mit fogtok most itt készíteni, vagy hogyha már készítitek is? Papírmasé állarcot hoztunk, ennek volt egy tavalyi előzménye, mi tavaly lufira készítettünk papírmasét, két gyerek csinált egy lufit, megfelezték, és akkor abból csinálhattak bohócot általában, arra volt alkalmas az a gömbforma, és megígértem nekik, hogy most negyedikesek, és egy kicsit elkalandozunk Velencébe. De jó. Úgyhogy ha elutazni nem is tudtunk, megnéztünk néhány PPT-t, filmet, YouTube-on videókat, megcsodáltuk a gyönyörű velencei maszkokat, és akkor hozzáfogtunk a papírmaséhoz. Ezt több hetet csináljuk, az első alkalommal csak az újságpapír, és van, akinek már a fehér papír is rákerült a maszkjára. Ez fontos egyébként, igen, hogy a fehérrel legyen, az legyen a vége, hogy jól díszíthető legyen? Igen, az könnyű, legyen, akkor már nem kell festeni. Mm-hmm. Igen. Na várjátok, először kezdjük az igen, elejéről. Igen, én is, hogy készül egyáltalán tehát, hogy ez az egész igen történet. Tehát, ugyanilyen formán van. Igen. És akkor azt bekenjük tapéteragasztóval, és kicsire eldarabolt. Tehát akkor ezt nem a gyerekeket kell idegkézni az iskolában, ahogy értem. Az is nagyon klassz, az a gipszpója, azt a patikában lehet beszerezni, ez egy olcsóbb. Ehhez egy ilyen kreatív boltban lehet kapni tapétragasztót készen, és akkor csak azt használjuk, adtam neki kis tányérkákba, újjukkal vagy ecsettel szépen felhordták, kértem őket, hogy figyeljék, hogy három réteg legyen, két réteg újságpapír, és a harmadik réteg a fehér fénymásolós papír, de kérhettek volna színeset is, nem kért senki, mert azt mondta mindenki, hogy festeni persze, fog. Persze, tök jó. És van, akinek sikerült az első alkalommal a fehéret is rátenni, akinek nem, jött a következő alkalom, és akkor a múlt héten sikerült a festéseket is. De például ez, ami a csengén volt, ez teljesen hasonlít, igen, vagy akár ez is, teljesen hasonlít ez ugye is a velencei karneváron. Igen. Tényleg jól leszettétek az inspiráció, nagyon-nagyon jó. Egyébként egy ilyen papírmasé maszk, az mennyi idő alatt készül el nagyjából? Mert gondolom hát azért ennek vannak ilyen szeredes idők. Én amit most idők hoztam, hogy ti is tudjatok esetleg dolgozni. Majd Zoli. Pénteken mi van most ma? Szombat van. Akkor csütörtök este csináltam meg, és akkor másnapra jó volt. Levettem a formáról, és már használható. Csettintünk egyet, és már készen is vagyok. Te már játszol. Tehát azért ennek kell egy 24 óra száradási idő nagyjából. A rétegek között is kell egyébként, hogy vagy ez csak nem, így lehet így első alkalommal rétegezni. Három réteg kerülhetünk, újságpapírral is jó, csak akkor jó vastag festéket kell rátenni. Az újságpapír az egy jó. De most ez is ritka már, mert olyan nehéz már hozatni gyerekkel újságpapírt. Igen. Mert igen, nincs a családoknál újság. Tehát ez egy remek alkalom arra, hogy újra felhasználjunk, és tényleg valami új dolog készüljön, de már az újság is kihaló félben van a családi házban, vagy a lakásokban, úgyhogy már nehéz. És mivel dekoráljátok szeretni már, hogy rengeteg féle maszk van itt, tehát látok én itt csillámokat, köveket, festést. Most megy rá a csillám, igen, vagy ilyen kis igen, fő, ugye? Igen. Azt teszed most rá? Gondolom, igen, beleteszi a festékbe, hogy beleragadjon. A díszítéshez mindent lehet használni. Elég a sima ragasztó, felrajzoljuk a technokollal, vagy a sulifixel vékonyan mondjuk az indaformát, megszórjuk csillámporral, várunk egy kicsit a felesleget le, ütögetjük, és ott marad a gyönyörű szép minta. Aztán lehet mindenféle színű
dekolgumit venni. Uh-huh. Ez konkrétan egy ilyen mozaik játékból maradt meg, ez icike-picike mozaikokból áll, de hogyha vannak valakinek hulladék, én például az ilyet, amikor ma kaptak tőlem valentinnapi szívet, és annak a hulladékát nem dobtuk ki, mert még abból pici szíveket, pici virágokat, kicsi motivumokat tudnak vágni, majd jó lesz valamikorra, és azzal is ki. Ez öntapadós, ez könnyű, fölrakják. Egyébként vízfestékkel, vagy technokollal, vagy mi? Igen, ez vízfesték, meg tempeg, akinek milyen volt, és olyan színekbe dolgozhattak, ahogy akartak, és akkor volt, akinek volt csillám. Igen, és még erre kerülhetne csipke, tehát ha még egy alkalommal folytatnánk, nem futnánk ki a farsang időből, akkor még kerülhetne rá bármilyen szépség a szélére, csipke, vagy bármi toll, igen, és pálca. Pálca, ugye, igen. Tényleg, igen, még egészen azt akartam más mondani, lenne, hogy nem kellett volna neked csak fogni a elején, hanem egy pálca még, amit szintén aranyszalaggal be lehet vonni. Szóval meg lehet ezt csinálni nagyon szép elegánsan, és én arra azért is fogtam ehhez, hogy lássák, hogy bármilyen állarcot megvesznek a boltban, mert volt, aki ezt csinálta, bármilyet. Jó, hogy ez volt az, ez adta az alapot, ennek, és igen, akkor abból lett ez, igen. Tehát bármilyet meg lehet, egy Batman-t, abból is cicát is lehet csinálni, bármit, és akkor ezt át lehet alakítani. Akár egy farkas, vagy egy róka maszkot is, ezt a kis olcsó műanyagot megveszik, szépen bepapírmasézzel. Ezeket a nagyobb köveket, ezeket mivel ragaszt? Simán, de a Brit is megfogta. Uh-huh. Tehát technokol, Brit, bármi. Annyira aranyosak vagytok, lányok, olyan szépen csöndben itt alkottok. Van egyébként már itt az asztalon olyan, amelyiket már ti készítettétek? Nekem ez. Nagyon szép. Az is igen, érzel, az is nagyon a szép. Mind Dorka a kettő. Nagyon ráérzett. Az ő technikája ugye itt is volt a radíros ceruza vége. De jó. Aha, és akkor azzal az a gyönyörűen lehet pöttyözni egyébként. Igen, ezt meg szeretném is megmutatni, hogy annyira gyönyörű, érdekes, még a szín összeállítása is nagyon-nagyon-nagyon szép. Az iskolában ezt a maszkot Jászmin készítette, és nagyon szépen csendesen eldolgozott vele. Ez például olyan hosszú szalagba kapható öntapadós ezt kő, strasszkő volt, nagyon és olyan szépen egyenként levagdosta, fölrakta, igen, hogy ügyesen. Melyik a fiús, ugye ez, amit itt felvettem? Ő is csinálta, azt szerintem, azt is, az igen, is egy fiús. Igen, igen. Nálunk nem sok fiú van az osztályban, hatan vannak, és hát elhoztunk minden rajzot. Ez Barni csinálta, igen, az is fiús, ami a kezedben van, nem tudom, ez Lindái, ugye? Nem. Ez nem fiús. Ez fiús. Különben a férfiaknak, a férfiaknak az a Dominik. Melyik ez a fajta? Tehát ez csak ami ugye a szem részt takarja, vagy pedig így az egész? Szerintem, ha igazi bálba mennek, akkor csak a szemüket uh-huh. szokták eltakarni. Igazából a velencei maszk az ott Velencére szól, szerintem. Uh-huh. Akkor és ott arra, ahhoz a dekorációhoz, ahhoz a ruhához, ahhoz az alkalomhoz. Meg hát így rajzórára nagyon jól lehet vele alkotni, kreatívkodni. Na, hát folytatjuk majd még a beszélgetést, de előtte. Ugye Niki kolléganőnk bevetette magát a konyhába. Átvette a helyünket, mondjuk Kitúrt minket a konyhából. Nagyon várjuk, hogy milyen lesz az a fánk, amit elkészített. Amit mi nem kóstolhatunk meg. De kipróbálni azért ki lehet. Persze. Nézzük. Most, hogy itt van a farsang időszaka, hát mi más készülne, mint fánk, ráadásul töltött fánkot fogunk most készíteni, amit nagyon egyszerűen össze lehet állítani, csupán egy óra kelesztés kell neki, és már meg is vagyunk, és akkor vágjunk is bele.
És ugye itt van már az élesztős tejünk, amit felfuttattunk. Ezen kívül még kell majd nekünk 60 deka búzaliszt, ezen kívül 50 deka rétesliszt, kell még nekünk 8 deka gram cukor, még 4 deci tej, 3 tojás, és még 8 deka gram olvasztott vaj. Bocsánat, egy kicsit puskázok, mert én is most csinálom először. És akkor ezeket a hozzávalókat kell szépen összekeverni, és akkor egy tésztává gyúrni az egészet. Mint az előző képen látszott, nagyon szépen megkelt a tésztánk, úgyhogy most átvisszük a pultra, és akkor kinyújtjuk, de előtte még ketté vágjuk, mert ugye majd rétegezni kell egymásra, és ugye közé megy majd a töltelék. Ugye akkor félbevágtuk a tésztát, kinyújtottuk mindkét részét, most jöhet majd a töltelék. Egy pró tip, ugye majd ekkora méretű kis fánkokat csinálunk, hogyha előtte így rányomjuk a tésztára, akkor már meg tudjuk jelölni, hogy nagyjából hol van a tésztánk, és úgy mehet rá a töltelék. Én most baraszlekvárt és nutellát választottam, hogy mindenkinek az ízlésének megfeleljen, úgyhogy kezdjünk neki. Nagy nehezen sikerült rátenni a tésztát, úgyhogy mindjárt kiszaggatjuk a fánkokat, utána begyújtjuk a sütőt, beletesszük őket, és akkor mindkét oldalát egy-egy percig sütjük, és már kész is vagyunk. Készen is van a fánkunk, már nagyon jó illatok vannak itt, még egy kicsit porcukorral megszórjuk, és akkor utána jöhetnek a művészi vágóképek, biztos nagyon finom lesz. Jó étvágyat hozzá! De most ezek után érted, szólalj meg úgy, hogy közben meg ugye nem az ember ott van a szádban ez a jó kis fánk íz, és közben nem kapsz belőle kóstoló. Milyen ügyes volt. Nagyon ügyes milyen volt. Milyen szépen felfuttatta az élesztőt. Na hát pont erről beszélgettünk miközben egyébként, hogy én például erre képtelen lennék. Na de, térjünk vissza a farsangozáshoz, ugyanis hát készülnek folyamatosan a maszkok, itt a lányok ügyeskednek. Picit beszélgessünk már a farsangon, mert azért ez egy elég mondhatni, hogy hosszadalmas ünnep, tehát igen, hogy ez tulajdonképpen egy időszak.
Ezen felül esetleg a mivel szoktatok még, mivel töltitek az időt? Az oké, hogy maszkokat készítetek, de beszélgettek magáról a farsangról, hogy ez mit jelent, hogy hogyan alakult ki? Igen, hittanórán is szóba jön, ugye Vízkereszttől kezdődően már farsang időszak van, visszajöttünk az iskolába, ott nagyon furcsa volt, hogy 9-én kezdtünk, és akkor már a farsang időszakba érkeztünk. Hát a elején a január, azt senki nem érzi szerintem olyan farsanginak, és megvártuk a fél évi bizit is a 20-a tájába, és utána kezdtünk igazából a farsanggal foglalkozni. Napköziben is, hittanórán is, rajzórákon is, technikán is beszélgettünk a népszokásokról, és mi foglalkoztunk már a busókkal. Tehát mielőtt ehhez hozzáfogtunk, kicsit busóztunk, és vannak félbehagyott munkáink is, illetve aki kész volt, tudta folytatni a busót, úgyhogy kétféle busót is készítettünk, és azokkal is foglalkoztunk, mert ez meg nagyon érdekes néphagyomány, meg látványos is. Igen. Hát meg ugye rossz fiúk is, és akkor arról is beszéltünk, hogy van ott is etikett, meg szabályzat, ugyanúgy, ahogy az iskolai életben, hogy van, amit szabad, van, amit nem szabad. És volt már a suliban farsangi buli? Vagy ilyen osztálybuli? Hát az osztálybuli megvolt. Na és milyen volt, lányok, a buli? Nagyon jó volt. És volt beöltözés is? Igen. Elmondjátok, minek öltöztetek? Igen. Én Wonder Woman-nek öltöztem. Azt a mindenit. Én meg a Stranger Things-ből Max-nek. Azt a mindenit. Ha tudnám egyébként, igen, hogy ezek így mit jelentenek, de Zoli, neked vannak lányait, hogy ezek milyen ezek filmek vagy? Hát az enyém az egy sorozat. Az enyém az egy film. A Wonder Woman. Ja, Wonder Woman, igen. Aha. Nagyon szép ruhája volt az Annának, nagymama segítségével. Tényleg elkészült a... Mi a jó különben az egyéni, amikor egyesével öltöznek be, vagy amikor így csoportosan, tehát ugye az egész osztály? Olyan nem, még nem volt, hogy mindenki ugyanabba. Régen valamikor, egy jó 20 évvel ezelőtt akkor még gálákat tartottunk, és minden osztály fellépett egy kis műsorszámmal. Aztán ebből jött az iskolai farsang, és a Covid megint volt egy ilyen érdekes határ, mert addig az alsó tagozat minden második évben csinált közöset is, most meg a Covid óta mindenki marad a kis osztályából, és különböző időpontokban, hogy nem merünk még valahogy annyira nyitni, de a felsősök már jövő héten együtt lesznek, tehát a 4 felső osztály is, meg lesz a igazi iskolai farsang. Közben nekem adtok valamit, amivel tudok dolgozni? Na, tessék, dolgozni, én addig majd faggatom a lányokat. Mivel szeretném? Menjek át oda a lányokhoz? Nagyon szép filztollunk van, ez egy ilyen speckó filztoll készlet. Na, tessék, és lányok, meséljetek már, hogy amiben beöltöztetek, azokat ti készítettétek el, vagy segített valaki, vagy már ezeket vásárolni is lehet esetleg? Hát nekem alapból volt olyan ruhám, mint a lánynak is. Nekem csak hajszínezéket kellett venni. Ja, hogy neked a hajad is beletve. És már milyen színű volt? Vörös volt. Azt a mindenét. Nagyon szép volt. És a Wonder Woman jelmez? Azt a mamám varta, és én is segítettem neki egy kicsit, mert ugye fogtam, amíg csinálta ugye a ruhát. De ügyes vagy. A csillagokat kivágta ki, mert jó sok csillag volt rajta. Azt anya csinálta, még én iskolában voltam, de ezután én is segítettem, felpróbáltam ugye utána, és... Hát akkor ez egy teljes családi összefogás volt. Igen. Tavalyig, amíg emlékeztek? Tavaly mi voltál, Anna? Tavaly is jó volt, emlékszem. Hermione. Azt tudom, az a Harry Potterből van, igen. Nagyon. És te emlékszel? Emlékszel még, mert nagyon gondolkodsz. Egyik cofot kék volt, a másik piros. Nem, az még második. Az másodikban volt? Akkor vagy talán elsőben. Azért egyébként irigyellek, hogy ennyire mindenre vissza tudsz emlékezni, hát, körülbelül melyik gyerek mi volt, hihetetlen. Én a fényképeket mindig megnézegetem, mert annyira jó őket látni. Most megleptek egyébként, mert összebeszéltek többen, és közös jelmezbe bújtak. Például két kislány, mintha iker fiúk lettek volna, ugyanúgy öltöztek. A cofot így előre csapták, az volt a fufujuk, és akkor baseball sapkával. Nagyon-nagyon jól néztek ki. Igen, a pindurpandurokból volt 3 színű
szereplő, aztán volt két boszorkányunk, ugye? Meg kettő darab focisták. A két focisták, meg két szurkoló lányunk is, közös kis produkciót is előadtak, nagyon aranyosak voltak, és ők írnak ilyenkor verset. Szülői segítséggel, vagy találós kérdés. Tehát akkor ez nem csak egy ilyen sima farsangi buli, hanem tulajdonképpen... Felvonulunk, és akkor... Mindenki bemutatkozik. Ahol eláll a zene, akinél, egy széknél, az bemutatkozik. Értem, de akkor ezt már nem úgy kell elképzelni, hogy már ilyen műsorokkal készült, meg ilyes, mert nem minden. Bulizunk, igen. És akkor utána ilyen, hát nem mondom, hogy diszkó, mert nem diszkózenék voltak, mindenki a kedvenc zenéjét elküldhette. És lehetett karaokézni is, úgyhogy. Különben a farsangnak, mi a jelentősége? Az, hogy ilyen csúnya állarcot csináljunk, és tényleg elűzzük a telet, vagy pedig saját magunknak? Hát te csúnyát csinálsz. Hát ez a farsang szerintem már nem olyan, mint a néphagyományban a farsang. Ott ugye a tél, a gonosz és a sötétség elűzésére, a betegség elűzésére szolgált. Volt neki egy ilyen babonás jellege. Mi nálunk nincs, inkább örülünk tényleg, hogy jön a tavasz, nagyon várjuk, meg inkább a maskara. Tehát, hogy beöltözök, egy kicsit más lehetek. Igen. És én például zöld béka voltam, és nem szeretnék béka lenni ugye az év többi napján, de aznap nagyon élveztem. De jó. Egyébként azért ez nagyon nehéz lehet, hogy nyilván mindig kell valami plusz, amit adtok a gyerekeknek, hogy mindig várunk valamit, készülünk valamire, mert még talán télen egyszerűbb, nem? Hogy igen, akkor jön a karácsony, jön a szilveszter akkor is. Utána itt van a farsangi időszak. Mi lesz a következő egyébként, amire ilyenkor készültök, vagy esetleg egy kis programot hozzácsatoltok, vagy előadást? Hát szerintem jön a március, és az már nagyon teli van, nem csak a tavasszal, hanem jön a március 15, jön a vízvilágnap, minden sorra, és azok mind programok és versenyek és vetélkedők és kreatívkodás, illetve én már szombaton várom a kis leendő elsőseimet, jönnek hozzánk foglalkozásra szombaton, bemutatkozásra, mi mutatkozunk be nekik, és meglepjük őket egy kis tánccal, egy kis németezéssel, én is egy kis mesével. És akkor ilyenkor mondjuk például, hogy március 15-án, már most már igen, azért az közel van, olyankor azért készültök valami kis előadással is, vagy verseket tanultok, dalokkal? Igen, az úgy szokott lenni, hogy a minden műsornak megvan a maga osztályfelelőse, és akkor én még pluszban, mivel már a történelmi olvasmányainkban mi már ügyesek vagyunk, én most meglepem majd őket, ilyen osztálybeli március ifjak leszünk, és végigmegyünk a történelmi eseményeken, az napon, mihol mi történt. Pilvax. De ügyes vagy, tényleg, hát ürügyenek. És ehhez a rajzórát is hozzá kapcsolom, ugyanezeket a szereplőket a látványba elkészítjük a táblán, tehát lesz nagy színház, és akkor a szép hosszú ruhás hölgyek, a kalapos urak, mindenki készít egyet, és akkor az egészet összerakjuk, és akkor aznap el is játsszuk majd. Ilyenkor félreteszem a tanmenetet, nem matekozunk, hanem márciusozunk. De jó. Megéri egy-egy ilyen napot tenni, mert nem arra fognak emlékezni, hogy milyen volt a 126. matek óra, hanem hogy emlékeztek márciusban, milyen jó volt, amikor Petőfi lehettem a széken. És tényleg, igen, hogy élményét teszed nekik. Igen. Lányok, meséljetek már, ilyenkor előre kitaláljátok, hogy milyen lesz a maszkotok, vagy csak közbe, amerre megy az alkotás? Szerintem ők úgy vannak vele, mint én. Ilyen közben. Nem mond, nem vagyok benne teljesen biztos. Én igazából előre kitaláltam, de még most is teszek hozzá egy kicsit. És mi volt az alapötleted akkor? Miből indultunk ki? Meséld el nekem. Hogy az egyik oldalon lesz egy pillangó, a másikon pedig két virág, meg teszek rá pár csillámot, és most ugye raktam rá még csillámot, meg szempillákat is, igen, látok ott, virágokat is, majd mindjárt meg fogjuk mutatni majd a kamerának is. Sőt, hogyha megemeled egy picit, vagy már közelebb lépek, és akkor megpróbáljuk megmutatni. Megmutathatom, hogy hol tart most ez a történet? Itt tartunk most. Igen, nagyon szép, igen. És gyönyörűen csillog egyébként, picit így megmozgatom.
vissza is adom, hogy tud folytatni. Jó. Még egy szép szájkontúrt is javasolnék. Rendben. Sárga meg a fehér között egy kis élesebb valami, kék vagy fekete, próbáld meg valamelyikkel még. Nagyon és nálad rendben. Mi volt az alapkoncepció, vagy hát, csak úgy alkotsz és visz hát magával? Általában ez lett volna egy, az egész pöttyözve lesz, de... Jó, hogy az egészet vastagon be fogod pöttyözni. Hát nem az, hát végül nem az lett. Az nem baj, de nagyon szép. Ezt is mutassuk meg. Pár helyen. Ugye ez is olyan gyönyörűen van benne, csillogós is, szintén a sárga és a kék színek azok, amik nálad is most egy picit dominálnak. Fú, nagyon szép. És akkor most megmutatjuk, hogy Zoltánunk is mit alkot, és hol tartasz ezzel a történettel. Tudod, mert héten... téged teljesen elveszítettelek. Figyelj, ez a héten volt ugye a Valentin nap, és ezt neked készítettem, hogy... emlékezzél erre a szép hétre. Hát ez ilyen egyszerű. Egyszerű, látod? Egyszerű. Ez inkább félelmetes, Zoltán, mint egyszerű, azt kell, hogy mondjam. Szóval, neked. Hogy nem tudom, tehát, hogy az a baj, hogy én nem vagyok jó se a rajzban, se semmiben, de azért itt mit megjelenik csinál? Minden ezen, a, ezen az arcon. Ez a szívecske például kimondott. Az ugye? Legalább egy szívecske, tehát hogy ezt felismer. Köszönöm szépen, hozom a bizonyítványomat, egy ötös szeretnék. Mindenképpen. Azt mondanám, hogy még nincs kész. Igen, ez még nincs kész. Teljesen. Nem akarok bele nyúlni az alkotásába, mert teljesen, nehogy elvigye más irányba az egészet. Az a baj, hogy én nem tudok olyan lenni, mint a lányok, hogy igen, látod, neki van koncepció, igen, nekem hogy nincs kitalálja. Koncepció. Nekem csak ilyen, én még egy kis csillámot például biztos, hogy raknék bele. Hát csillámot például. Tehát ezüstöt. Igen, na tessék, miért szeretnél ezüstöt? De ez a te projektet, én nem akarok belenyúlni, de látod, milyen aranyosak a lányok, hogy ők egyből segítenek. Hát azért nagyon sok minden szépséget készítetek, és nagyon-nagyon-nagyon ügyesek vagytok. Igazán csak így tovább. Na és akkor megy tovább a díszítés még. Igen, mert hogy még mindig nincs. Szóval kész szerintem, az egész szerintem ezt lehetne még ragozni, nagyon sok féle állarcot látunk itt az asztalon is. És hát tényleg, aki szeretné, az nyugodtan próbálja meg, otthon is elkészítheti. Igen, ezeket. Azért ez a papírmasé tényleg nem egy olyan nagyon bonyolult dolog, igen. Ahogy most itt megtanultuk. Igen. Úgyhogy akár otthon is ezzel lehet szerintem simán próbálkozni. No, köszönjük szépen, hogy itt voltatok. Nagyon szívesen. És további jó farsangozás nektek, és természetesen önöknek is. Ne menjenek messzire, a folytatásban még tovább farsangolunk egy picit, aztán beszélgetünk egy helyi macskamentő egyesület képviselőivel, és jogázunk Dézivel, úgyhogy érdemes lesz továbbra is velünk tartani. Már itt is vagyunk, hát zárjuk le ezt a jó kis farsangi időszakot. Ha már volt iskola, akkor legyen óvoda is. Nézzük meg, hogyan telt az óvisok karnevája a Katona József úti tagóvodában. El tudtad mondani, minek öltöztél, és miért ezt választottad? Engem úgy hívnak, hogy aranyhaj. Aranyhajnak öltöztem. És miért szereted aranyhajat? Azért, mert a végén levágja nyáj és Eugén haját, és megszabadul a mostohától. És miért szereted a farsangot? Mert zenéket kapcsolunk be, meg... Nagyon boldogak vagyunk, táncolunk. A farsang állabán, keringőzik a karnán, csár-csár-csár a habberőn, bokázik a mágdörön. Te minek öltöztél, és miért ezt választottad? Hastáncosnak. És miért szerettél volna hastáncos lenni? Mert ez olyan szép jelmez. Szoktál hastáncolni? Nem. Szeretnél később? Tudsz esetleg mutatni egy kis mozdulatot? Nem még? És miért szereted a farsangot? Azért, mert mindig nagyon sok kaja, meg van sok buli, meg nagyon szeretem a zenét. Kala! Ez itt mi-e? Ól! Ez? Szeme! Ez pedig a? Szám! Ez pedig a? Szám! És ez a? Haja! Oh.
óvodánkban már évek óta hagyomány, hogy megrendezzük a gyerekeknek a farsangi mulatságot, a farsangi bált. Nagy izgatottan készülnek nem csak a gyerekek, hanem mi is, az óvónénik, az itt dolgozó felnőttek. Szinte az egész hét a ráhangolódásról szólt, farsangi dekorációt készítettünk a hangulatteremtés érdekében, és minden csoport készült farsangi kis jelképekkel, megismertük a farsang hagyományait, izgatottan várták a mai napot, amivel beteljesült tulajdonképpen a farsangi hetünk. Minden csoportban a jelmezesek bemutatkoznak egymással, megnézzük egymás jelmezét, megtapsoljuk farsangi énekeket, verseket énekelünk, és egy közös tánccal a tornateremben zárjuk a hangulatot. Nagyon kedves volt, közben az jutott az eszembe egyébként, hogyha most mi mennénk farsangi buliba, te minek öltöznél, Zoli? Nem tudom. Halványos illetve. Ugye? Pedig, és milyen ügyesek a gyerekek, hogy így ki tudják találni. Én se tudnám, hogy minek öltözzek hirtelen, de egy picit komolyabb témára terelődünk. A cicáknak is joga van biztonságban, szeretetben és nem az utcán kidobva élni. Áll a Micóka és a Rozsdika Macskamentő Egyesület névjegyében, és én azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon-nagyon szép mondat. Tegnap volt a macskáknak a világnapja, így a következő percekben most ők lesznek egy picit a fókuszban. Köszöntöm itt a stúdiónkba Hegedűs András, a Micóka és Rozsdika Macskamentő Egyesület alapítóját, Fodor Bencét, illetve Balog Editet és dr. Szirágyi Vivient, akik szintén ennek a kis macska összefogásnak a tagjai. Beszéljünk egy picit először is arról, hogy miért pont ez a név? Miért ezt a nevet választottad? Hát nekem ez kézenfekvő volt, mert ő Rozsdika és Micóka volt az első két cicám, és hát már nincsenek velem, és az ő emlékük miatt. És akkor tulajdonképpen ezért is lett ez az egyesület, a macska szeretetből adódott? Hát igen. Meg Gyöngyösen itt nem volt tudtommal Macskamentő Egyesület, és hát így ez emiatt. Igen, a város kutyák terén egész jól áll, ugye? Igen. Köszönhetően az egyesületnek, igen, illetve a városnak is, és akkor itt van egy kis hiányosság a város életében, hogy elég sok a kóbor cica, és ezt szerettük volna egy kicsit orvosolni ezzel a kezdeményezéssel. Ezt mikor alapítottátok egyébként ezt az egyesületet? Tavaly október végén. Tehát akkor ez még elég fiatal, még egy friss dologról beszélünk. Hol lehet benneteket megtalálni, vagy hogyan lehet veletek kapcsolatba lépni? Hát van egy nyílt Facebook csoport, tehát ezt mindenki látja, és hát meg Messengeren, de amúgy telefonon is elérnek. Tehát gondolom, ugye, tudják sokan a telefonon. Micóka is. Micóka is. Igen, ugyanez a Facebook csoportnak a neve is. Most hirtelen akartam hármat kérdezni. Igen. Szóval, hogy... Hogy kezdtétek magát a mentést, a mentő akciót? Mi volt az első, vagy ki volt az első cicátok? Egyáltalán hogyan, tehát valaki szólt, vagy ti láttátok, tehát hogy egy kicsit a működésbe lássunk bele. Hát mielőtt megalapult az egyesület, előtte két évig civilként mentettem őket, akkor is mellettem voltak sokan, és közülük válogattam a tagokat. És most jelenleg hány taggal? 27-en vagyunk, amúgy 25-en kezdtük. És akkor ez a 27 tag tulajdonképpen mentek, és akkor mentétek a cicákat, ahova hívnak. Hogy kell ezt elképzelni, hogy hogyan működik ez az egyesület? Hát tevőlegesen legfőképp én, mert hát kertesházban lakok, és van egy melléképület, és azt úgy be lett rendezve a cicáknak, és gondoltam, hogy miért ne. Tehát ott van hely nekik, és hát az egyesület tagok pedig anyagilag segítenek. Tehát igen, de azt tudni kell, hogy negyikünknek van ugye főfoglalkozása, tehát gyakorlatilag, ha valaki is szól, vagy hív minket, ugye főként ugye a Tetand is lehet elérni a Messenger-en keresztül,
ha éppen dolgozunk, akkor éppen nem tudunk hirtelen ugrani, de tehát szabadidőnkben persze szívesen segítünk, de hogy azért nem tudunk a nap 24 órájában rendelkezésre állni ilyen tekintetben. Tehát tényleg ez egy civil kezdeményezés. A lehetőségeink, igen, ilyen tekintetben. Hát akinek módjában, az, módjában áll a segít, tehát szoktak segíteni. Tehát akkor nem csak te egyedül gondolkozod a cicákat? Hát nálam vannak úgy, tehát konkrétan. Igen. És hány cicátok van, vagy hány férőhelye? Hogy kell ezt elképzelni? Hát ugye ez egy melléképület, és van cicabútorok, akkor... Játszósarok, kaparófa. Igen, kaparófa, igen, ugye alomtálcák. Tehát hát, hogy kell ugye... a macskák nem ketrecekben vannak elhelyezve, kis ketrecekben egyesével, hanem ugye egy egész melléképület van nekik berendezve, és ott ők együtt játszhatnak, együtt élhetnek. Tehát eléggé rojás körülmények között vannak szerintem elhelyezve. És ez ennek főként ugye Andris, tehát Andris felajánlja ennek az oroszlán részét, tehát ugye az ő álma valósult meg ebben az egyesülettel, és fizikailag is, tehát ő takarítja, ő eteti, ő gondozza őket. Anyagilag is nagyon sokat ugye ő tesz bele, mivel még ugye kevés a támogató, fiatal az egyesület. Nem tudunk még 1%-okat ugye fogadni, úgyhogy itt nagyon sok minden Andrisnak köszönhető, tehát mi asszisztálunk ugye mellette, de hát ugye oroszlán részét ő vállalja a munkának fel. Jelenleg hány cica van most nálad? Hát most nincsen sok, most 4 cica van. De az azért jó hír, nem? Hogy akkor most, csak 4 cica van most gazdi nélkül. Igen. Tehát így majd lesz hely a mentenivalóknak. Mert lassan jön a cica szezon. Milyen területet fedtek le? Tehát mekkora a hatókör? Gyöngyös főként, ugye igen, gyöngyös és szűk környéke. Igen, tehát ameddig még ilyen korlátozottak azon az egyesületnek a lehetőségei, ugye ez egy fiatal egyesület, tehát addig nem is tudunk nagyobb területet lefedni egyelőre. Mi lesz a cicákkal, például ezzel a 4 cicával? Elmehetek és örökbe fogadhatok például cicát? Persze. Hát előtte beszél. Igen. Hát eljöhetsz kiválasztani, persze személyesen. Tehát előre egyeztetett időpontban bármikor ugye rendelkezésre tudunk állni, és akkor meg lehet tekinteni ezt a cica otthont, illetve el lehet jönni, meg lehet őket nézni, lehet őket simogatni, vagy lehet segíteni önkéntesként a kertakarításban is, és lehet ugye tehát ezúton ugye örökbe is fogadni őket. Igen. Az örökbefogadásnak egyébként van valamilyen feltétele nálatok? Igen, mindenféleképpen ivartalanítási kötelezettséggel adunk örökbe macskákat. Hát akik már elérik azt a kort, körülbelül a fél éves kort, amikor már tudja az egyesület ivartalanítani, akkor minden egyes macskáját ivartalanítunk természetesen, de hogyha még kisebb korában fogadják ugye örökbe az állatokat, akkor mindenképp ivartalanítási kötelezettséggel adjuk őket örökbe. Kapcsolattartási kötelezettséget is kérünk, tehát hogy fényképeket küldjenek, videókat küldjenek így a tehát akkor nyomon követitek. Igen, igen. És főként benti tartásra, vagy maximum kinti benti tartásra szeretnénk őket örökbe adni. Azt azért ugye említetted is, hát ugye sajnos tudjuk is, hogy ugye az adó 1% az még nem tud, mert ugye a minimum két éves fennállás kell. De esetleg aki érez magában erőt, az hogy tud nektek segíteni, akár anyagilag, akár tárgyi dolgokkal, az milyennek az útja, módja? Tehát ugye van egy Facebook csoportunk, és ott ki van téve ugye az egyesületnek a bankszámlaszáma, arra szívesen fogadunk pénzadományt. Amit illetve, most láthatnak is. Igen, láthatnak is nálunk is a tévéképernyőn. És azon kívül pedig állateledelt is szívesen fogadunk almot, mert ugye ezek fogynak nagyon, illetve ezeknek mostanában nagyon megnőtt ugye az ára. Van, amikor Andris kírja, ugye, hogyha éppen egy macskáját mentünk, és valamilyen orvosi költségek túl magasak, hogy akkor ezekre célzottan szívesen fogadunk egyébként így adományokat, vagy hogyha elfogy az alom, elfogy a macska eredel, ugye most jelenleg kevés a támogató, hogy ezekre is szoktak ilyen céltámogatások lenni, illetve szívesen fogadunk támogatásokat, úgyhogy gyakorlatilag ilyen formában. Le lehet adni ugye a delfinjátékboltban, igen, meg az alfazóban. Macska eredelt, illetve gyakorlatilag bármit, és még az alfazóban is, igen. De egyébként, hogyha egyeztetünk messengeren, akkor gyakorlatilag bárhol el tudjuk venni, mondjuk a város területén, hogyha valaki szeretne adományt juttatni nekünk. Én most nézem mindenkinek a kezét, mert hogy felhívtátok rá a figyelmet, hogy Andrásnak azért... Igen, hogy azért én meglátom, hogy az Andrásnak borzasztóan néz ki a kezét. Köszönöm. Tehát, mert hogy azért vannak ugye karvolások, tehát igen, azért kapsz belőle te igen, is. Igen, igen, akad belőle, igen. És nincs benned félsz, amikor mondjuk mész menteni egy macskát ezek után, hogy úristen, majd megkarmol?
Hát legutóbb volt egy nagy vörös kandúr, hát ő elég vad volt, tehát rám fújt, morgott, és jött egy kis hölgy, cicát szeretett volna örökbe fogadni, egy másikat jött megnézni, hát és végül ő bújt oda hozzá, és ő lett gazd is. Na, Istenem. A későbbiekben van ilyen terv esetleg, hogy csináltok ilyen nyílt napot, amikor bárki mehet, és akkor lehet örökbe fogadni? Jó ötlet. Na, tessék! Csengítésbe lehet venni a csapatban. A Tesco-ban tudtunk ugye kivenni. Hát legutóbb a Tesco-ban voltunk, Alfazóban lesznek majd havonta örökbefogó napok. És akkor oda ki lehet menni, ott vannak a cicák. Egyébként hogy van a cicánál? A cica választ gazdit, vagy a gazdi választja a cicát hát, többnyire? Legutóbb ugye a cica választotta. De amúgy úgy szokott lenni, hogy a cica választja. Hát a cica választ. Igaz, igen. Igen, mert a kutyáknál hát azt ott kiválasztom, igen. És akkor hazaviszem, de azért egy cicánál úgy igen. Más tudok elképzelni, nem? Hogy a cica ez nálatok olyan... is így van, ugye? Mert hogy ami Bence ölébe van cica, ugye az is így volt. Igen, tehát nálunk több örökbefogadott, tehát olyan értelemben örökbefogadott macska van, hogy a kisfiam nagyon szemfüles ilyen tekintetben, tehát a város összes macskáját hazahozná, és őket találtuk, tehát őket utcán találtuk, tehát gyakorlatilag ők kerültek a mi útunkba, és úgy vittük őket haza, hát három fekete örökbe, tehát végül is talált macskánk van, utcáról talált macskánk van, illetve kettő, aki már oda született hozzánk, így lefialt egy-egy macskót nálunk, és úgy tartottuk meg őket. Úgyhogy igen, nekünk az utunkba kerültek, tehát mi nem kiválasztottuk őket, hanem ők jöttek gyakorlatilag hozzánk. Mesélj már a cicádról, hogy hívják? Gabriellácskának hívják. Gabriellácska. És ő mennyi idős? Fél éves. Hát ilyen fél éves kb. És akkor éjjel-nappal ő riborik lettetek. Igen. Ja, Istenem. De egyébként olyan nyugodt. Meg minden. Tanítgatod ilyen trükkökre, vagy valami? Hát... Sokat játszik egyébként, mert tényleg így lehet nevelni egyébként így őket. Én látok ilyen cicás igen. videókat, ahol igen. itt rendesen be vannak tanítva igen. így az állatok. Igen. Azért lehet így... őket azért tanítani, de hát... Elég önfejűek makacsok, de lehet, tehát ha kell velük foglalkozni, tehát úgy örülünk, mint egy gyerekkel, és akkor azért sok mindent meg tudnak tanulni. Vivien, neked van cica? Van kettő, most már kettő. Most kettő már kettő. Círmos. Négyről indultunk itt, a sumék által megörökölve, csak ők már idősek voltak, úgyhogy ők átkeltek a Szivárványhídon, úgyhogy most kettő. Hát kicsit elkényeztetett címos cica gazdája vagyok. Én abban nem értek egyet, hogy túlságosan lehet őket nevelni. Nekem legalábbis nem sikerült. Szeretném, de nem. Ez jó. Az előbb szerintem beléd folytottam a szót, amikor arról meséltél, hogy majd most jön az az időszak, amikor egy kicsit jobban megszaporodnak a cicák. Tehát akkor itt is megvan ugye az az időszak. Igen, természetesen, tehát olyan márciustól úgy szeptemberig körülbelül, tehát ugye akkor van az ivarzási időszakuk. Igen, és akkor még inkább ugye célszerű lenne odafigyelni az ivartalanításra, ugye sok szaporulatot el lehetne kerülni, tehát nem kívánt szaporulatot, hogyha ugye az emberek ivartalanítanának. Sajnos még mindig nem nagyon divat egyébként igen. ez. Elég sokba is kerül, tehát meg is értjük, de ebben is szeretnénk ugye segíteni, tehát akik hozzánk kerülnek, ugye cicák azokat mindenkit ivartalanítunk. Persze, úgyhogy ez nagyon fontos lenne, hogy erre nagyon nagy hangsúlyt fektessen mindenki. Felelős állattartás, mint kutya, mind macska tekintetében, tehát az ivartalanítás, és nagyon-nagyon sok magát például állatszeretőnek nevező ember is úgy van vele, hogy van egy kandúr, kibe járkál, és akkor nem kell ivartalanítani, mert úgyse hozza haza a kis cicákat, csak cserébe mondjuk más házakhoz kerül jó sok kis cica. Tehát szerintem ezt tényleg nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy tehát tényleg azért 10-15, majdnem 20 évet is el tud élni egy macska. Nekem szerencsére azért idősebb cicáim voltak mindig. Eltörpül az az összeg. Tehát az a pár tízezer forint. Vannak a cicatartásnak aranyszabályai? Tehát van, amire tényleg valójában oda kell figyelni neked egy van egy saját gazdának? Cicád egyébként? Persze. Tényleg? Jó, hát ez egy... Mert hogy ezt meg se kérdeztük. Mert azt most már tudjuk, hogy vannak nála megőrzött cicák. Neked vannak cicáid? Nekem kutyám van. Neked kutyád van. Én ilyen kutyás ember vagyok. Csak mentett cicám van, négy saját cicám van. De akkor ez nem az a négy, aki kint van a mellék, hanem bent is van. Igen. Értem. Szóval vannak ilyen aranyszabályok, amit fontos felhívni a figyelmet, hogy aki most például majd cicát szeretne
befogadni, vagy örökbefogadni, hogy, hogy azért erre figyeljem? Hát ugye a legfontosabb az ivartani étás, természetesen, és hát mindig nagyon fontos, hogy ugye friss víz legyen előttük, tehát télen-nyáron jó minőségű száraz táp, főleg télen, mert ugye egy nedves macskareder az meg tud fagyni. Legyen, hogyha benti tartásról van szó, akkor legyen például kaparófa, mert akkor valószínűleg nem a bútorokat fogja szétkaparni ugye az állat, legyenek neki játékai, és hát gyakorlatilag, hogy felelősséggel fogadjuk örökbe azt az állatot, ugye, hogy 15-20 évig is elélhetnek, tehát nem egy-két hónapra szólnak, úgyhogy én ilyesmit tudnék felhozni a Arany Szabályairól. Még az egyesülettel kapcsolatban egyébként te majd az elérhetőségeket is kérlek mondd el, hogy hol tudnak téged elérni, illetve azt, hogy a nap 24 órájában, vagy azért hát nyilván neked is hát van ugye, egy limited. Igen, én dolgozok, tehát... Tehát azonnal nem? Hát azonnal nem, de mindig válaszolok, és hogyha tudok, akkor segítek. Tehát sem meg segítünk. És messengeren vagy telefonon, hogy tudnak titeket elérni? Messengeren, de telefonon is. Tehát mind a két úton módon. Igen, igen, sokan tudják a telefonszámot. Aki egyébként, mert hogy tényleg kutyáknál is olvassuk azt, hogy akit úgy menhelyről menekítenek kutyát, hogy azok olyan hálásak. Ez a cicákra is igaz szerinted? Nem? Maximum az idősebbek. Maximum. Igen, az idősebbekre maximum. Lehet a fiatal mentett cicák, azért szerintem ők annyira önfélyek, makacsak, hogy macskák. Hogy tetők macskák, ők nem kutyák. Úgyhogy nem feltétlenül igaz. Lehet, hogy egy idősebb mentett elnetre, mert egyébként igaz, ez nekem még sajnos olyanom nem volt. Várjuk rá, hogy majd ilyen is legyen. De ilyen fiatal kis állatokra nem feltétlenül igaz a macskák tekintetében. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok. Micóka és Rozsdika Macskamentő Egyesület néven igen. Megtalálnak benneteket akkor a Facebookon, és aki tud, természetesen segítsen. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok. Köszönjük a meghívást. Folytatásban pedig elő a jóga matracokat, mert jön Dézi. Szeretettel üdvözlök mindenkit. Szeretném a múltkori adás fonalát követni, azaz a gerincről beszélni egy picit, illetve bizonyos gyakorlatokat mutatni, amit otthon ki tudtok próbálni. Saját tapasztalatból tudom, hogy mennyire kétségbe esett lehet az ember, hogyha derékfájása van. Nekem kemény 4 évig volt krónikus derékfájásom, nem gondolnátok, hiszen ugye jógázom már mióta és meditálok, munkámból fakadóan gondolhatnátok, hogy biztos semmiféle fájdalmam nincs, én mindig türelmes vagyok, mindig békés vagyok. Sajnos el kell szomorítsalak titeket, hogy én is emberből vagyok, és nagyon sok faktor, nagyon sok tényező játszott közre abban, hogy nekem kialakult egy krónikus derékfájásom. Nyilván rengeteg pénzt elköltöttem arra, hogy szakemberekkel beszéljek, hogy próbáljanak meggyógyítani. Aztán rá kellett jöjjek, hogy igazából fizikailag semmi gondom nem volt, hiszen rengeteget mozogtam már gyerekkorom óta. Sportolok, rengeteget jógáztam, odafigyelek magamra, étkezés, stb. Viszont volt pár tényező az életemben, ami úgymond előre hozta, előtérbe hozta azt, hogy mennyire stresszes az életem, mennyire nem figyelek oda magamra olyan tekintetből, hogy mindig csak adni szerettem volna, mindig arra figyeltem, hogy másnak mi a jó, hogy mindenki boldog legyen, mindenkinek örömet okozzak, senkinek ne okozzak csalódást, még magamnak sem. És sajnos ezek is közrejátszottak abban, hogy nekem krónikus derékfájásom alakult ki. Amit ezzel a történettel mondani szeretnék, hogyha derékfájásunk van, azért annyira nem exakt tudomány, hogy kiderítsük. Most attól van, hogy én ülő életmódot folytatok, attól van, hogy én folyton autóban ülök, vezetek, attól van, hogy stresszes a munkám. Rengeteg különböző tényező közrejátszik abban, hogy valakinek derékfájása alakuljon ki. Az pedig, hogy hogyan gyógyulsz meg, hogyan gyógyítod meg magad segítséggel, külső szakemberek segítségével, az is mindenkinek a saját egyénre szabott története szerintem. Tapasztalatom alapján, ahogy tanulgattam, ahogy tanfolyamokat végeztem, ahogy emberekkel foglalkozom, beszélgettem velük, mindenkinek megvan a saját
története. És az, hogy hogyan kezeljük a fájdalmunkat, az is úgymond egy egyéni feladat, egy egyéni felelősség. Ugye nagyon könnyű doktor Google segítségét előhívni, nagyon könnyű fórumokra menni, ahol az ember körülbelül úgy diagnosztizálja magát, hogy jó, hát akkor új cipőt már nem kell holnap vegyek, tartós tejet se vegyek, mert itt ennek vége van. Amire bátorítani szeretnélek titeket, hogy kíváncsian, érdeklődően nézz utána a dolgoknak, hogyha bármiféle kétséged van, menj orvoshoz, nyilván az ő diagnózisuk számít a legtöbbet, viszont azt is vedd figyelembe, hogy mi vezetett el odáig, hogy neked esetleg megfájdult a derekad. És mivel nem szeretném az egész videót azzal eltölteni, hogy beszélek, ezt majd így szépen darabosan fogom a különböző adások folyamán elmondani. Úgyhogy nézzünk meg pár mozdulatot, ugye múlt héten megnéztük, hogy a gerinc hogyan mozog, és akkor most egy másik pozícióba fogunk picit mozgatni magunkat, vagy egy picit mocorogni, úgyhogy vagy jógaszőnyekkel, vagy valami puha, amire rá tudod tenni a térdedet, hiszen négykézláb fogunk mozogni egy picit. Úgyhogy gyere, helyezkedj el tenyereddel, térdeddel kényelmes támaszban, és csak figyeld meg, ahogy érintkezik a talajjal a két tenyered, lábfejed, figyeld meg, hogy a térdeid hogyan helyezkednek el, azt is megfigyelheted, hogy neked egyáltalán ez kényelmes pozíció-e. Tehát picit egy ilyen érdeklődő, kíváncsiskodó figyelemmel figyeld a testedet, és kezdj el picit körözni a két tenyered körül. Érezd, ahogy a súlypont áthelyeződik másik irányba is. És mivel a derékfájásról kezdtem el beszélni, ezért egy picit arra a részre fogunk fókuszálni. Általában azt nézzük, hogy a gerinc hogyan mozog, mint egy egység, tehát például a múltkori adásban ugye csináltuk ezt a domborítást, illetve fordítva mondom, a domborítást, és ezt a mozdulatot, amikor egy picit leengedjük ugye a köldökünket, itt felhúzzuk, és valószínűleg látod, hogy körülbelül nagyjából a gerincem úgy egy egységként mozog. Amire meg foglak kérni, és ez ilyen nagyon apró mozdulat, sokszor szokott kihívást jelenteni az embereknek, hogy erre a részre fókuszálj, a deréktájék részre, és próbáld meg csak azt a részt mozgatni, mint hogyha be akarnád magad alá húzni a farokcsontodat, és utána egy picit felemelni és kitolni, mint hogyha pucsítanál, elnézést a kifejezésért, de hogy csak arra az egy részre fókuszálj, mint hogyha szeretnéd elkülöníteni ezeket a mozdulatokat. Jó, tehát a gerinced többi része nem nagyon mozog, be is csukhatod a szemed, vidd oda a figyelmed, és csak a deréktáji részt kezd el mozgatni. Jó, és innen kezd el mozgatni az egész gerincedet, mint hogyha egy ilyen hullámot próbálnál végigvinni a gerinceden. Úgyhogy ezt a domborítást fogjuk most végezni, behúzod a farokcsontod magad alá, kezded domborítani a derekadat, aztán a középső háti szakaszt, két lapocka közti szakaszt, vidd az álladat a mellkasod fel, és ugyanúgy a deréktáji szakaszból kezd el hajlítani, emelni, és utána jön a többi, csigolja a gerincet további része, és utólag emeled a fejed, és egy picit előre tolod a mellkasodat. És ugyanez a feladat, hogy mindig itt a farokcsontnál, a gerinc végében kezded ezt a mozgást, és elképzeled, hogy ezt a nagyon lassú hullámot viszed végig, és utána megint leviszed a figyelmedet a farokcsonthoz, és onnan kezded el ezt a mozdulatot. Jó, és ebből végezhetsz, amennyit csak szeretnél. Nyilván nem akarod magad kifárasztani, úgyhogy csak annyit csinálj, amennyi jól esik nyilván. Csak figyeld meg utána az érzeteket, mennyire volt ott a figyelmed, mennyire volt könnyű, mennyire volt nehéz.
Ezzel azt próbáljuk elérni, hogy egy picit befelé fordítsd a figyelmed, és kezd el úgymond felébreszteni azokat az izmokat, amik a gerinced mentén futnak. Úgyhogy most ez a házi feladat, és a következő alkalommal pedig innen folytatjuk. Köszönöm szépen a figyelmet! Hát én azért kicsit irigykedtem ebbe a gyönyörű napsütésbe, ott trikóban. Hát a trikó miatt. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Hát sajnos mára megint ennyi volt a nápoly, de aki szeretné adásunkat visszanézni, az tudják. YouTube, Gyöngyösi TV, stb. Stb. Így van, többek között a nápoly is rajta van. De aztán érdemes minket Facebook, TikTok, Instagram és mindenféle oldalon ott vagyunk. Úgyhogy azt is érdemes lapozgatni. További szép estét és jó hétvégét kívánunk mindenkinek. Jövő héten is lesz nápoly, akkor is számítunk önökre. Szép estét!